A teketőn nézzük itt az új Repu D5-tel, ami egy kis wireless storage rendszer, ami azért jó, mivel hogy hogyha sok embert, akár 10 ember egyszerre akar ezt konnektálni, iPhone-nal, Android-dal, vagy akár desktop számítógépen, Mac vagy Windows-zal, ezen 32 gigát tudunk használni arra, hogy mindenki lássa a képeket, videókat, Word adatokat, vagy akár, hogyha otthon nincs wireless LAN-unk, akkor ezt rá tudjuk dobni per kábel a sima routerünkre, és akkor ezt csinálni wireless hotspotot. És akkor, hogyha már van wireless LAN-unk, de még nagyon rossz például az első vagy másik emeletben, ezt akár repeaterként is lehet használni. Ez csak 2 funkció volt, a harmadik funkció meg még akár az is, hogy van benne egy 4000 mAh-es aksi, amivel amúgy 9 órán át futna ez itt csak mint data server, de akár azt arra is tudjuk használni, hogy feltöltjük a mobiltelefonunkat, táblagépünket, másot itt ezzel a kis Repu D5-tel, itt látjuk oldalt is a gombot hozzá, hogyha ezt lefelé húzom, akkor majd aksiként fungál, itt látjuk, hogy itt már válja is, hogy már rádugjunk valamit, hogyha rá nem van dugva, akkor itt mutatná másik leden, hogy mennyire hogy tölti. Hogyha meg a tetejére húzzuk, akkor meg bekapcsolja itt a Wi-Fi hotspot, amit itt látunk, hogy világít, de itt a szürkének igazából már megy is, és konnektálva is van az iPhone-hoz, hogy majd mindjárt azzal itt tudjuk használni. Középen meg standby-ban van, és itt, ups, fent itt amúgy látjuk, hogy itt lehet wireless, vagy mi az, kábelen rádugni majd, itt lehet USB-n kiadni, nem, fel. Itt lehet USB-n majd igen kiadni az áramot, itt meg feltölteni, vagy az innen akár rádugni egy számítógépre is, hogy tudjuk használni mint külső tárhely, mint egy USB stick, igazából aként ismeri fel, hanem csak wireless-en vagyunk hozzá csatlakozva, és akkor mint egy SMB tudjuk majd HTTP protokollal igazából ezt itt használni. Nagyon szép kis fém dobozban van, kellemes lithium polimer amúgy az aksi, és 9 óráig bír, hogy már említettem, jelenleg csak 32 GB-val használható, és itt látjátok éppen mi van ezen a szürkén rajta. Hogyha rámegyünk a homescreen-re, itt látjuk is, hogy így nézne majd ki. Megnyomjuk itt ezt a gombot, akkor látjuk is, hogy konnektál már is. Itt látjuk a roadmap-et, például egy termékvideót is simán le lehet játszani. Itt láttunk Cebit információk, a 15 új terméket hoztak itt el a Cebitre, amit meg tudnak nézni. Jelenleg kicsit lassú, mivel itt nagyon sok a Wi-Fi a Cebiten, úgyhogy van egy pár, ami megzavarja. De igazából az érdekes benne, hogyha most itt rámennék valamire, mondjuk ezt a képet, mint át akar másolni a mobilomra, nem csak megnézni, akkor itt mondhatom azt, hogy Edit, ezt itt kiválasztom, és akkor azt mondom Delete, Rename, Move to, vagy Copy to. De fordítva még érdekesebb, mint Backup, hogyha mondjuk van az iPhone-on majd csomó kép. Most nem akarok kopizni, mondjuk, várjunk csak inni, maradjunk itt. Itt rámegyek az iPhone-omra, itt jelenleg, vagy más készlékre, amivel éppen használom, látjuk a fotót, videót, zenét, dokumenteket, mondom azt, hogy zene, és hogyha egy zenét akarok átmásolni például, akkor itt rámegyek majd arra, hogy Edit, és akkor mondom azt, hogy itt ezt az első dalt kipipálom, és azt mondom, hogy copy, vagy mindegyiket át is tudom húzni, és akkor azt mondhatnám, hogy hova. De igazából ezt csináljuk meg talán fotókkal, kameráról. Mondjuk itt van egy szép kis kocsi, Edit, kocsi, copy, a Wi-Fi storage-ét látjuk is, hogy a D5-nek van 29,8 gigája összesen, abból 29,1 giga még szabad. Rámegyünk, a root-ba belerakhatjuk, vagy akár azt mondjuk a Cebit folderbe, de igazából nekem jó lesz itt a root is. Pipa, és akkor már is másolja át, szép gyorsan, és akkor le is van backupolva, úgymond ez egy kép. És megtekinthetjük itt a wireless storage-on, hogy itt mindjárt meg is jelenik a kép, rákatintok. És már meg is tudjuk nézni, és itt amúgy lehet jobbra-balra váltani is mindegyik kép között. Nagyon szép kis kellemes funkció, de akár azt mondom, hogy edit, és megint törlés. Így, ni. Settingsben látjuk azt, hogy milyen különböző lehetőségek vannak, lehet persze a nevét megváltoztatni, nyitott wifi-ként használni, lehet gateway módot, hotspot módot lehet itt beállítani, különben még különböző safe settingeket is, és még más funkciók is vannak. De köszönöm, benéztetek, nevem Gál Balázs, ez volt itt a Repu D5 rövid kis bemutatóban a Cebit 2014-ről, legközelebbig ne felejtsetek minket abonálni, és köszönöm, benéztetek.